Sziasztok! Luca vagyok, és gondoltam, hogy most így a sok Colourpop videó között csinálok egy nem Colourpopos videót is, de ahhoz van kedvem, hogy ezt a BH Cosmetics zodiákus palettáját swatcholgassam a szememen, úgyhogy remélem, hogy majd egyszer vissza fognak térni a csatornámra azok, akiket nem érdekel a smink, de most tényleg ehhez volt kedvem, mert ez egy olyan zodiákus paletta, amiben így vannak elhelyezkedve a színek, mindegyik jegyhez van egy matt és egy fényes árnyalat, és a közepében pedig van egy highlighter szín. A külső fényes színek azok ilyen gömbölyűek, tehát ilyen baked, vagyis hát ilyen sütött, vagy hogy mondják ezt szépen magyarul, szóval ilyen formulájuk van, amit én nagyon szeretek, mert ezekről azt kell tudni, hogyha nedvesen használja az ember, akkor ilyen vakító, tényleg ilyen fémes színük lesz, és általában nem is csillámosak, hanem tényleg csak ilyen fémesek, nagyon-nagyon gyönyörűek. És azt nézegettem ezen a palettán, hogy tök jól összeillenek a matt és a fémes árnyalatok egymással, az már egy másik kérdés, hogy a jegyhez ez mennyire illik, de azt most így nem fogom minél elmondani, hogy szerintem mennyire illik hozzá, mert már van egy teljes zodiákus palettás videóm, amiben én összeállítottam a saját zodiákus palettámat, úgyhogy, hogyha az érdekel titeket, akkor ide kattintva megnézhetitek. Ebben a videóban csak arról fogok beszélni, hogy a színek egymáshoz mennyire illenek, mert azt találtam ki, hogy ugye van ez a 12 jegy, és csinálok 12 sminket. Mindegyiknél a jegyhez tartozó mattot és a fémes árnyalatot fogom használni, és akkor így majd meglátjuk, hogy mennyire okosan állították össze ezt a palettet, és egyébként persze a hétköznapokban akárki bármelyik színt bármelyikkel kombinálhatja, de én most tényleg arra voltam kíváncsi, hogy amit úgy összepárosítva gondoltak tökéletesnek, az mennyire tökéletes. Vannak benne ilyen kis lightosabb, világosabb párok, de vannak benne brutálisabbak is, és azokhoz igazából illene egy kis tusvonal meg spirál, de így az elején elmondom, hogy nem tettem fel tusvonalt és spirált mindegyik sminknél, mert ezt így 12-szer felrakni és lemosni, azt nem akartam, szóval nem akartam teljesen elpusztítani a szememet. Szóval ez így némelyik sminknél hiányzik, meg nekem is hiányzott, de képzeljétek oda, valamelyiket nagyon feldobnál, valamelyik sminket. Na kezdjük is el, mert tényleg 12 darab van belőle, és egyébként ugye kosnál kezdődne az év, de a koshoz így megnéztem, hogy tartozik egy ilyen sötét zöldes kék, meg egy konkrét matt fekete, úgyhogy nem akartam rögtön ezzel kezdeni, szóval úgy döntöttem, hogy visszafele fogunk haladni, szóval az első páros a halak. Itt még az elején a szemhéjamon volt egy kis alapozó, de egyébként alap meg bármilyen primer nélkül használtam a színeket, csak itt még látjátok az elején, hogy rajta volt. Ez a páros egy bordó mattból és egy pezsgő színű fémes árnyalatból áll. Szerintem nagyon szépen mennek egymáshoz, és tök könnyen el tudtam dolgozni ezt a sötét, bordós, barnás színt, úgyhogy ezzel elégedett voltam. Ez rögtön egy olyan smink, amihez egy tusvonal meg egy szempilla nem ártott volna, azt képzeljétek hozzá. A vízöntő színe egy ilyen, hát a bőrszínemhez nagyon közel álló bézs szín, és egy ilyen aranyos, zöldes, fémes szín, ami egyébként nagyon tetszik, egy kicsit duokrómos. Ezzel a sminkkel igazából csak az volt a bajom, hogy nem tudtam eléggé mélyíteni semmivel, mert ugye a matt az egy elég világos szín volt, de ezt leszámítva a fémeset nagyon szeretem, meg végül is illik egymáshoz a két szín. A bakot nagyon szeretem, mert ilyen monokróma párosítás. A matt az egy ilyen nagyon telítetlen, zöldes, szürkés, barnás árnyalat, és a párja is csodásan passzol hozzá, gyönyörűek együtt, a tusvonal hiányzott, de imádtam ezt a sminket. A negyedik a nyilas, aminek a mattja egy sötét narancsos barna, a fémes árnyalata pedig egy sötét zöld, és ezek fantasztikusan mennek egymáshoz. Tudom, ez egy kicsit vadabb, de én imádom ezt a páros, nagyon szeretem a sötét zöldet ilyen narancsos barnával eldolgozni. Ez így a Dream Street-et juttatja eszembe a Colourpop-tól, ha már itt tartunk. Ezzel csak az volt a bajom, hogy egy tusvonal kellett volna, meg egy nagyon fényes szín kellett volna, az nem jutott eszembe, hogy a highlightert használjam. Szerintem az tökéletes lett volna. A highlighter egyébként egy ilyen sárgás highlighter, van egy nagyon gyenge, fehéres ilyen beütése, de tényleg maga a sárga az egy gyönyörűen fénylő, nagyon-nagyon szép highlighter árnyalat. A következő a Scorpio, akiknek a mattja egy bordós, barnás árnyalat, és egy réz szín tartozik hozzá, ami
nagyon-nagyon szép. A Skorpióhoz egy kicsit ilyen visszafogott szerintem, lehetett volna nekik valami vörösesebb, de mondtam erre, nem térek ki, de most ennél nem bírtam megállni, szóval oké. Szép, mint árnyalat és mint párosítás, nagyon szép. Itt is azért hiányzott volna a közepére egy highlighter. A mérleg matt színe az tökre meglepett, mert az egy ilyen barnás beütésű szürke árnyalat, ami egyébként nagyon szép, csak nekik ezt így nem gondoltam volna. A fémes szín pedig egy ilyen vöröses, májvás árnyalat. Együtt nagyon szépek egyébként. Ehhez is csak egy kis highlight hiányzott volna belülre. A szűz párosítása egy pink matt és egy ilyen pinkes, pesgős, fémes szín. Hát, ez a pink matt, ez így önmagában a szememen egyáltalán nem értelmezhető. De végül is így a fémes párjával együtt szép, csak hát így nem tudom, hát azért nem ez lett a kedvenc sminkem. Viszont ennek a fémes árnyalata az, amit először tudtam végre szemöldökcsont alá használni, mert nagyon szép, fényes, világos árnyalat, mert belülre is, úgyhogy ez szép volt. A következő az oroszlán, és hát náluk sem bírok elmenni nélkül, hogy ne jegyezzem meg, hogy ez izonyúan nem oroszlános. A matt egy ilyen mély lila, és hát a fényes szín az pedig a szűzhez nagyon hasonló. Összedolgozva végül is egész szép, kicsit nehéz volt eldolgozni a matt lilát. A következő a rák, akik szintén egy lilát kaptak mattnak. Ezt is egy kicsit nehezen dolgoztam el, bár itt már azért elég sok sminket felraktam, meg lemostam a szememről, úgyhogy ezt éreztem is. A hozzátartozó fémes szín, ez egy ilyen elég izgalmas, ilyen hideg, kékes lila. Szerintem a végére egész vállalható lett, bár ehhez is azért jó lenne egy kis tusvonal meg szempilla. A következő az ikrek, és hát sajnos az ő párosításukat egyáltalán nem szeretem. A fényes szín egy ezüst, és a matt pedig egy lila, ami még a rákinál is ilyen hidegebb árnyalat, ami egyébként hát nem rossz, ilyen bevállalós, de hát ezzel nem tudtam olyan sminket csinálni, ami szép lenne, vagy legalábbis nekem ez egyáltalán nem tetszett. Viszont tök érdekes, hogy a következő jegy a bika, akiknek annyira nem tér el a párosuk, és mégis ezerszer szebb lett a végeredmény, nekik egy kicsit sötétebb és telítetlenebb lila a mattjuk, a fémes színük pedig egy ilyen bézses, pesgős szín, és ezek ezerszer jobban illenek egymáshoz, nagyon tetszik ez a párosítás, szerintem ez király lett. Megint képzeljétek hozzá a tusvonalat és a pillát, de ezt most már nem fogom elmondani többször. Mert hogy az utolsó a kos, akiknél tettem fel tusvonalat meg pillát, mert akkor már tök mindegy volt a bőrömnek, akkor már kicsit ki volt készülve, úgyhogy ezt a matt feketét baromi nehéz volt beledolgozni a bőrömbe, pláne úgy, hogy ugye nem volt hozzá semmilyen másik színem, tehát a feketét kellett beledolgoznom a bőrömbe bármilyen ilyen másik segítő árnyalat nélkül, úgyhogy ez nem is ment könnyen. De végül is aztán felraktam rá ezt a zöldet, ami szerintem állati szép, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon tetszik ez az árnyalat. Nem kosos, de mint olyan, nagyon szép. Meg igazából annyira sötét, hogy a fekete illik hozzá, szóval jó párosítás, csak nehéz vele dolgozni így, hogy bármi más nélkül kellett használnom őket. Na és akkor utána feltettem egy tusvonalt és egy pillát, és ez lett a végeredmény. Én nagyon szeretem ezt a palettát, mert szerintem király színek vannak benne, így mindenféle szín van benne, kék az nincs, de mondjuk azt hordok legkevesebbet így az életben, úgyhogy lehetne benne kevesebb lila, és mondjuk helyette egy kék párosítás, de egyébként nagyon szeretem, és nagyon szeretem ezt a formulát, szerintem a matt is tök jó, meg ezek az ilyen dómos fémes árnyalatok is tök jók. A layout az trükkös, mert az elején, amikor kijött ez a paletta, akkor kifejezetten nem szerettem. Ilyen idegesítőnek tartottam, hogy itt vannak ilyen nagy, nem tudom, ilyen szabad részek, vagy fölösleges részek, de végül is megszerettem. Tetszik, hogy vannak ezek a párok, meg ez a highlighter is nagyon-nagyon-nagyon szép szín. Van benne egy tükör, hát jó nagy, de szép. Szépek a színek. Hogyha szeretnétek megvenni, akkor kettő tanácsom van a BH Cosmetics-szel kapcsolatban. Egyrészt, hogy vigyázzatok a vámra, mert Amerikából jön, másrészt pedig várjátok meg, hogy legyen rá akció. Ez $27, de a BH Cosmetics-nél mindig van valami akció, szóval csak várjatok
két napot, hogyha éppen nincsen akcióban, vagy nem tudom, hármat, négyet, ötöt, szóval, hogy várjatok addig, amíg akcióban lesz az, amit szeretnétek, mert náluk mindig van valami. Hát ennyi, esetleg írjátok meg kommentben, hogy nektek melyik volt a kedvenc párosításotok. Kövessetek Twitteren és Instán, ahol Sluc néven találtok, és mindjárt találkozunk egy Colourpop-os redesign videóval. Addig is, sziasztok!